A tekkető.hu-t nézitek, és egy új Honor okostelefon fogunk most kicsomagolni, méghozzá a 4X-et, amelynek dobozát itt látjátok szép kék színben, illetve ez a kis látványos csillogós Honor felirattal. A készülék dobozán igazából kevés információ van, csak a kötelező jellegű dolgokat találjuk meg. Nyissuk ki a dobozt. Rögtön legfelül van egy zacsiban a 4X, de nézzük meg a többi részét is a doboznak. Van például itt rögtön egy ilyen kis érdekes ügyét, ahol be lehet nyúlni, felette van két kis bevágás, amitől egy ilyen kis mosolygó smiley-nak hat a karton. Ez nagyon látványos és szép, igazán ütős. Van egy fakunk, ami üres, illetve alatta egy kis dobozban helyezkednek el a tartozékok, amit ha kiborogatok, van egy mikro USB aratkábelünk, hozzá egy Huawei USB-s töltőnk, amely, hogyha kibontom, megnézzük, hogy hány amperrel tölt majd. 1 amperrel fogja mindösszesen tölteni a készüléket, és hát ennyi, headset nem része a csomagnak. Nézzük meg magát a 4X-et. Itt van egy méretes 5,5 hüvelykes kijelzőnk van, amin, hogyha jól látom, már gyárilag van egy védőfólia, amely mindenképpen pozitívum. A kijelző felett van egy előlapi kameránk, fényérzékelünk, visszajelzőlelünk, illetve egy hangszórunk. Alul pedig 3 darab kapacitív érintőgomb, amely már a Lollipop stílusát kapta. Oldalról megnézve egy átlagos vastagságú telefonról beszélhetünk. Felül van egy fekete színű, kicsit fényesített keret, még alatta már a hátlapból jön az oldalsó él. Ide a jobb oldalra került a hangerőszabályzó gomb, illetve fekete színben a bekapcsoló gomb. Felül kapunk egy mikrofont, illetve egy jack csatlakozót. A készülék bal oldala az teljesen üres. Alul pedig van egy elsődleges mikrofonunk, egy mikro USB csatlakozónk, valamint itt láthatunk néhány furatot, amely a hangszórót rejti. Nagyon hasonlít igazából az iPhone vagy a Galaxy S6 modellek hangszóró megoldásához ez. A hátlapunk műanyag, azonban így, ha próbálom úgy fordítani, hogy itt a fehér színben látszódjon jobban, egy kis keresztirányú szálcsiszolást kapott, amely kellemes fogást biztosít. A hátlapon felül lekerekített téglalapban van a kameránk, illetve a vakunk, valamint egy Honor logónk van feketében a hátlapon még. Ezt a műanyag hátlapot le lehet emelni, ennek belsejében igazából nincs semmi, és láthatjuk, hogy a Honor 4X hátlapja alatt nincs kivehető akkumulátor, tehát beépített telepünk van, illetve van egy microSD kártyaszlotunk, és 2 darab SIM kártyaszlot. Aminek érdekessége, amit itt ír, mind a 2 kártya támogatja az LTE hálózatokat, azaz dual LTE támogatásunk van. Így néz ki tehát a Honor 4X kívülről. Nézzétek meg a készülékről készült tesztvideónkat is. Sziasztok!